még jóval a rendszerváltás, vagy változás előtt, 86-87 őszén, de akkor viszonylag friss főiskolás végzetként, egy barátommal, történész barátommal a vidéki zsidóságot kutattuk. És terepszemléztünk. És ugye a Tisza Hernád környékén, Tokaj, Olaszriszka, ezeket a vidékeket jártuk be. Kerestünk nem csak személyeket, még élő személyeket, nagyon kevesen költöztek vissza. Hát azt tudni kell, hogy Auschwitz után vidéki zsidóság minimálisan költözött vissza, nagy részüket elpusztították, meghaltak. Aki pedig életben maradt, annak is jelentős része már nem ment vissza ugyanabba a körülben, mert megvan a mentális okai, hogy miért. És akkor eljutottunk a zsinagógához, ami hát ebben a körzetben ezek a zsinagógák már nem működtek, sőt nem is hozták helyre őket, tehát romokat találtunk, falakat, mindenütt falak. Főfalak, néhány szép ablakforma, belső építészeti struktúra, de belül meg a természet átvette teljesen. És akkor ott őgyelektünk, jártunk, mentünk arrébb, és a fák között találtunk egy kis viszonylag rendben lévő házat, látszott, hogy lakják, és fölfedeztem a hátsó, körbejártuk a hátsó fronton, hogy ez nagyon jellegzetes, ott egy befalazott ablak. Ez biztos, ez valamilyen zsidó polgári ház, hát közel volt a zsinagógához, tehát pár száz méterre volt a zsinagógától, és hogy ott jártunk körbe, meg fényképeztem, meg tanakodtunk, hogy bemenjünk, ne menjünk be, nem is kellett bemennünk. Egyszer csak kivágódott a fészerajtó, és kirohant egy idős asszony, egy őszhajú asszony, kendőben, ezer ránccal, és üvöltött bennünk, mert nem értettük, hogy mit üvölt. Szóval megértettük, hogy takarodjunk innen, hogy menjünk innen, és ő nem adja, ez az ő háza, ő itt élő, itt lakik, ő nem adja senkinek, menjünk innen. És aztán később, utána nézve, utána járva dolognak a történetnek, tudtuk meg, hogy ez a Schachter háza volt, akit Auschwitzba vittek, nem tért vissza, és utána valahogy a üresen lévő házba betelepült valaki, egy szomszéd, vagy annak rokona, vagy bárki, és úgyhogy ez a néni, ez ott élt cirka 40 évet, valószínűleg hihetetlen rettegésben, hogy mikor fognak visszajönni a tulajdonosok, vagy bárki, és mi lesz vele. Tehát ez a lelkiismeret furdalásnak, a félelemnek, a rossz érzésnek, hogy ezt azért végül is elbirtokolt valamit, amiről azért tudnia kellett pontosan, hogy a benne lévők, akiket feltehetőleg ismert, vagy ismerhetett, azokkal mi történt. Hát ez számomra egy szörnyű és megdöbbentő helyzet volt. És hát valahol megértettem ezt az egész konfliktust, tehát van egyfajta szimbolikus jelentése is, és értelmezése is ennek a történetnek, hogy mi is a mi életünk, mi is a mi jelenünk, mi is ez az egész második világháborúhoz, a holokauszthoz, a bűneinkhez, a mentségek, a bűnök, a lelkiismeret furdalás, a bocsánatkérés. Hát erről szól a mai életünk is egyébként.